Hat ember tölt meg a magyar határhoz közeli vajdasági Mardonoson az öremapa ma reggel, fia lakodalmának másnapján, aztán magával is végzett, írja Belgrádi Blitz. A tudósítás szerint a Rádi nevű férfi tegnap folyamatosan ivott. Ellenezte Vladimir fia esküvőjét Bajtai Natáliával, ezért vadászpuskával megölte a menyasszonyt, annak szüleit, saját feleségét, Seffer Rózát, anyósát és apósát. 2013-ban egy szintén esküvői elmokfutásban 13 embert lőttek le Szerbiában. A normafa helyreállításáról szavaztak ma a 12. kerület lakosai. Pokorni Zoltán polgármester korábban azt nyilatkozta, akkor is elfogadja a többség döntését, ha csak 15-en mennek el szavazni. Az önkormányzati kezdeményezést támogatja a Fidesz, az MSZP és az Együtt, ellenzi viszont a Jobbik és a DK. Orbán Viktor miniszterelnök nem titkolta, hogyan voksolt. Igen, ezt hallottam. Azt mondta a feleségem, hogy az a jó döntés. A kirekesztett a mozgásukban, látásukban, hallásukban, beszédükben és a mentálisan akadályozott emberekre hívták fel a figyelmet a Rehab Critical Mass felvonuláson. Több ezeren meneteltek és azt hirdették, hogy a fogyatékkal élők és az épp emberek egyformán tehetségesek. A politikusoktól eltérően Holyfield szerencsére mindig az övön felülütt, mondta Mitt Romney az egykori ötszörös nehézsúlyú világbajnokkal való meccse után. A valamikori republikánus elnök jelölt jótékonysági és nagyon szerint barátságos meccsen öklözött Holyfield-el. Ő így foglalta össze az összecsapást. Soha még ilyen alacsony és könnyű ellenfelem nem akadt. Az ausztrál Brett Delhoza a világ leggyorsabb favágója. A firenzei VB-n 4 rönköt alig 58 másodperc alatt darabolt fel fejszével és fűrésszel. Egy ujja sem bánta a győzelmet.